Sziasztok! Ismét itt vagyok, és akkor megmutatnám nektek azt a motivumot, amit a múltkor emlegettem. Nagyon egyszerű, csak annyit csinálunk, hogy emelés, a lábat is emeljük, a kezet is, és így megcsapjuk egy kicsit a combunkat. Akár lehet a láb alatt is. És akkor ugrunk is hozzá. Hátulról mindig előre említjük a lábunkat. Próbálj meg sétálni először, hogy egyet-kettőt, hármatni. Előre-hátul meggelme, előre-hátra meggelme, előre-hátra meggelme, előre-hátra meggelme, és tapsoljunk. Az eszközzel való táncolás. Keresetek valami üveget, amit először is csak fogjunk a kezünkbe, és tegyük itt szépen ide hátra. Ugyanis ezzel táncoltak itt hátul is, elrejtették, ezzel az üveggel táncoltak hátul is, itt volt hátul, tartották. Utána megmutatták, hogy mi van a kezükbe. Ugyanúgy a motivumokat, mint a motivumok táncoltak vele, szépen letették a földre, és egy kicsit körbe táncoljuk. Lehet táncolni vele hátul, fönt a kézben, lenne a földön, és próbáljuk folytatni a fejünkre. Ugye már ehhez egy egyenes tartás szükséges, és meg kell találni azt a pontot, ahol az üveg megáll. Úgy szoktuk azért ezt a gyerekekkel, hogy azért még először fogjuk az üveget, és úgy próbálunk meg csak egy lefele történő mozgást, csak arra tartjuk a térdünket. Itt tartjuk a kezünket, ha netán le akar borulni, akkor meg tudjuk fogni. Utána persze már vesszük el, megpróbáljuk szépen letenni a kezünket. És a kis lépőket először lépkedünk vele. Lehet először csak sétálni, én belecsaptam a közepébe. Azért először lehet vele sétálni, lassan, kicsit fordulni. Utána már lehet kisebb mozdulatokat vele. Ez a kis lépő teljesen megfelelő hozzá. Utána már lehet a figurákat majd. És ha már majd ez fog menni hosszú évek után, akkor már lehet beletenni a
kis mozdulatainkat. Sőt, itt van a figurák. Ahogy Bövel én is megmutatta, hogy az üvegen hogyan kell táncolni, úgy én is megpróbálom nektek illusztrálni, hogy ezzel a fokossal miként is hogyan lehet táncolni. A táncképviseink ugyanazok, mint amiket már együtt tanultunk, tehát a lépő, a szögdelő, tehát a lengető, vagy a hárunkuló, a tititá ritmusú motivum, ezeket el lehet táncolni mindenféleképpen, ahogy eddig néztük, csak a kezünkben van ez a fokos. Ha ezekhez a motivumokhoz szeretnénk társítani az eszköz használatot, akkor háromféleképpen lehet használni. Az egyik az, amikor csak tartom különböző helyeken, például a vállamra teszem és megtartom, magam előtt tartom jobbra-balra, emelem, játszok vele a tánc lépés ritmusához, mozdulatához képest, vagy, és amivel elkezdünk majd most rögtön ismerkedni, konkrétan nem csak tartom valahol, hanem elkezdem például lefele, vagy a fejem fölött fölfele, befele forgatni. Tehát, hogyha szól a zene, egyet, kettőt, egyet, két, egyet, kettőt, egyet, két, rajdadadam, tam, mindig lefele forgatom az eszközt. Nyugodtan lehetetek keresni valami portörlőt, vagy valamilyen nyeleket, amivel el lehet kezdeni ezt gyakorolni. Igaz, hogy nem lesz olyan súlya, mint ennek a fejnek itt a végén, ugye ez nem műanyag, hanem valódi fém, ezzel bizony oda lehet vágni már jobbra-balra. No, tehát kezdjük el, meg is mutatom nektek tánclépéssel. Mi szerint? Arra vigyázzunk, hogy ez ugyanúgy, mint a lányok az üveggel, tulajdonképpen egy ügyességi tánc, tehát vagy szolisztikus, vagy fiúval-fiúval táncolta ezt legtöbbször. Hogyha netán párba táncoljuk lányjal, akkor mindenféleképpen tartsunk sokkal nagyobb távolságot, mint általában, hogy ne okozzuk a másikban sérülést, ne baleset. Ha otthon portőművel gyakorolják, akkor is ugyanúgy, ja, igen, akkor lefele, de hogy akkor is vigyázzatok arra, hogy ne üssétek meg a másikat. Akkor most táncoljunk párban és eszközökkel. Hajrá! Thank you.
Köszönjük a figyelmet, a mai nap szatmári verbunkot és friss csalást mutatunk nektek. Sziasztok! Verbunk!